Közösségi Emlékezet Terei címmel rendezte meg 21. országos konferenciáját az idén 25 esztendős Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Helyismereti Könyvtárosok Szervezete Szegeden. A Somogyi Könyvtár ad otthont a Helyismereti Könyvtárosok Konferenciájának. Ez a rendezvény a könyvtár szervezésében, a Magyar Könyvtáros Egyesület, valamint a Csongrád megyei Könyvtárosok Egyesületének közös szervezésében került ide hozzánk. Nagy büszkeséggel tölti el a könyvtárat, hogy ez a rendezvény itt van, hiszen mi egy hatalmas, nagy helytörténeti gyűjteménnyel rendelkezünk. Ha kérdezik tőlünk, hogy mikorra tehető ennek a helytörténeti gyűjteménynek az alapja, mikortól számíthatjuk, bizony, nagyon régi időszakra mehetünk vissza, 1882-re, méghozzá első igazgatónk Reisner János volt az, aki elhatározta, hogy amikor ide került Somogyi Károlynak a gyűjteménye, bizony elkezdjük kiegészíteni a szegedi állománnyal, könyvekkel, folyóiratokkal, így visszamenőleg és szegedi hírlapot, mindenféle információt Szegedről begyűjtött. Ez a vonulat, ez a gondolat továbbvitték az igazgatók, ugyanígy Tömörkény, Móra Ferenc, és szintén olyan anyagokat hozott be ebbe a gyűjteménybe, kéziratokat, apró nyomtatványokat, plakátokat, amelyek nagyon nagy kincsei a könyvtárunknak. További igazgatóinkat, hogyha említeném Tóth Béla, aki Szegeden mint író is elismert, ő is helytörténettel is foglalkozott, vagy a igazán kiemelt helytörténettel foglalkozó igazgatónk Gyuris György volt. Ő az Egyesület munkájában is aktívan részt vett. De a mostani igazgatónk Sikalán és Antai Ildikó, igazgatóasszony is, grünnyomda történetből írta szakdolgozatát, valamint ezzel kapcsolatban többször jelenik meg cikke, akár a Szeged a Város folyóiratában is megjelentik. A Somogyi Könyvtár elkötelezettsége a helytörténet iránt megkérdőjelezhetetlen. De hogy ez a terület mennyire jelentős, azt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a helytörténettel foglalkozó könyvtárosok negyed századdal ezelőtt úgy érezték, egyesületbe kell tömülülniük. A könyvtárosokban, akik az adott településeken dolgoztak, városban, megyei könyvtárban, kis településeken, helyismereti tevékenységgel foglalkoztak, de nem volt egyetlen olyan szervezet sem, ahol megbeszélhették volna mindennapi gondjaikat, esetleg módszertani segítséget kaphatnak volna a munkájukhoz. Ekkor született meg egy országos tanácskozás keretén belül az a gondolat, hogy szervezetként kéne a továbbiakban létezni és együttműködni, hiszen a megadott keretek között lényegesen hatékonyabban lehet egymást segíteni. Így született meg tulajdonképpen egy alulról jövő kezdeményezés során az a gondolat, hogy a Magyar Könyvtárosok Egyesületén belül önálló szervezetként, helyismereti könyvtárosok szervezeteként létrejöjjünk. Megfelelő keretek között innentől kezdve folyamatosan dolgoztunk, és már az alapszabályunkban benne volt, hogy feladatunk egymás segítése, a kollégák szakmai továbbképzése, gyakorlati tapasztalatok bemutatása, elsajátítása, kapcsolatteremtés más szervezetekkel, a képzések valamilyen formájában való megoldása, és a tájékoztatása a szakembereknek az ez irányú témákban, valamint, hogy mindezeket úgy lehet megvalósítani, ha tanácskozásokat, konferenciákat rendezünk. És ezt azt hiszem, a 25 év eltelte után elmondhatom, hogy így is tettük. Az elmúlt években megfigyelhető, hogy miközben egyfelől mindinkább egy globális kultúrában élünk, miáltal nagyon hasonlóan telnek az emberek hétköznapjai Londonban vagy Rio de Janeiroban, hasonlóan látják a világot New Yorkban vagy Szegeden, aközben erősödik az érdeklődés a gyökerek a lokális történelem iránt. Ez a jelenség a könyvtárak helyismereti gyűjteményeiben is tetten érhető. A gyűjteményben is tetten érhető, hiszen változik a gyűjtemény formája, módja, az abból való szolgáltatás is, és legfőképpen a szolgáltatásra helyezem a hangsúlyt. Hiszen évtizedek óta mondhatom, számos olyan könyvtár van, mint a Somogyi Könyvtár, hogy már az 1800-as évek végétől gyűjtenek helyismereti irodalmat, kimondva, hogy az helyismereti irodalom, mégis a gyakorlatban ennek csak a 20. század közepétől, vagy az utolsó harmadába került arra sor, hogy ezt tudatosuljon a könyvtárosok körében is, és igazából helyismereti gyűjteményeket hozzanak létre. Tehát ez az egyik
ilyen ok. A másik pedig, hogy egyik oldalon világpolgárok vagyunk, bárhova eljuthatunk, egyenlők vagyunk valamilyen formában látszólag, másik oldalon viszont annál inkább kötődünk a gyökereinkhez, és annál erősebb lesz a lokálpatriotizmus, és annál inkább szeretnénk a saját kultúránkat is mélyebben megismerni, és ugyanúgy a gyökereinket, a családfánkat. A helytörténeti gyűjteményünknek a gyűjtése 1882-re tehető. Tehát mi sokkal előrébb vagyunk más könyvtáraknál abból a szempontból, hogy a gyűjtés korán elindult, valamint ezeknek a feldolgozása is nagyon korán elindult. Tehát mögöttünk a mi helytörténeti gyűjteményünkben feldolgozott anyagok vannak. Ezért a mi mostani könyvtárosaink, akik ebben dolgoznak, egész más szemlélettel nyúlnak most már ehhez az anyaghoz. Ott van mögöttünk Reisner, Tömörkény, Móra, Gyuris Györgynek az anyaga, tudjuk, hogy megvan a hiteles információ, tudunk mihez nyúlni, és erre építünk rá könyvtári foglalkozásokat, középiskolásoknak, általános iskolásoknak, de akár városismereti sétákat is tartunk. Temetőséta, szecessziós séta, gang és rang, különböző szép épületek, udvarházak, paloták bemutatása Szeged belvárosában. Tehát így, hogy megvan ez az anyag mögöttünk, a hiteles információ, így ebből merítkezve tudunk nyitni az új dolgok felé. Ezen kívül, ugye 20-25 évvel ezelőtt elindult egy digitalizálási folyamat is. Az, hogy mi nyitottunk az internetre, ez ugyanúgy folyamatosan megvan. Adatbázisokba építjük ezeket a dokumentumokat. De nem csak adatbázisba, különleges virtuális kiállításokba is bemutattunk egy-egy témát. Tehát akár például Vedresről, vagy azt mondjuk, hogy Juhász Gyuláról. Megmutatjuk a helytörténeti dokumentumot, és erre építve kínálunk egy virtuális kiállítást. De hogyha egy teljesen új dolgot szeretnék most bemutatni, ez pedig az Augmented Reality, ami azért különleges, hogy kevesen használják ezt akár oktatási célra is Magyarországon, pláne nem saját fejlesztésre. Itt mi a saját árvízi, szegedi, nagyárvízi képeinket beletöltöttük, valamint hangot töltöttünk ehhez a képhez, és úgymond virtuálisan megszólítottuk Mikszát Kálmánt, hiszen az ő újság cikkeiből olvas fel egy kollégánk, és amikor nézzük ezzel a tablettel, speciális applikációval ezt az alkalmazást, látjuk a képet, de halljuk mögötte a szöveget is. Ezeket a szükségleteket felismerve a könyvtárakon belüli helyismereti munka ennek megfelelően átalakul. Egy szétsugárzó, kisugárzó feladat lesz a miénk. Mindazt, amit összegyűjtünk, és mindenki rendelkezésére bocsátunk, azt a legkorszerűbb technikai eszközökkel szét kell sugároznunk, és mindenki számára a legdemokratikusabb módon hozzáférhetővé kell tenni. Tehát megosztjuk a tudásunkat. A helyismereti könyvtárosok szervezete a tudását a konferenciái keretében is megosztja. Ilyenkor azonban nem az olvasókkal, hanem a szakemberek egymással. Úgynevezett know-how-kat mutatnak be a helyismereti gyűjtemények kezelői, ezeken keresztül tanulnak egymástól. Ezt tudjuk mi itt ezeken az összejöveteleken bemutatni. Mégiscsak úgy tudják bemutatni a kollégák, hogy egy adott konkrét területen ről elmondják, hogy például hogy tudják bevonzani a könyvtárba a középiskolás diákokat, vagy hogyan tudnak kimenni rendezvényekre és megmutatni magukat, hogy mi minden található egy helyismereti gyűjteményben, hogyan tudják magukra fölhívni a figyelmet. Egyik alkalommal egy szombathelyi kolléganőnk említette, hogy a szállodájuk jubilált, és erre egy ilyen flashmobot szerveztek. Annyira jól sikerült, hogy olyan sokan jöttek össze, és olyan nagy volt az igény arra, hogy egy kicsit retrózzanak és visszaemlékezzenek a szálloda fénykorára, hogy legközelebb már úgy oldották meg ezt az összejövetelt, hogy kávét biztosított a korabeli 60-as, 70-es évekbeli kávét, üdítőt, korabeli újságok másolatait adták a kockás asztal mellett ülők kezébe,
és olyan feelinget biztosítottak, amit semmi más nem tudott volna, hogyha bent ül a könyvtáros az íróasztala mellett. És így tudták felhívni a figyelmet arra, hogy milyen helyi értékek vannak például Szombathelyen. Hát ennek a metodikáját el lehet sajátítani, azt hiszem, nem csak Szombathelyen, hanem bárhol az országban. Tehát úgy működik ez, hogy részben konkrét gyakorlatokat mutatnak be, projekteket a kollégák, részben pedig elmondják a közösséghez vezető utat, hogy hogyan tudnak a közösségi térben legyen az, az internet keretein belül, vagy az adott település közösségeihez való közelebb férkőzés, hogyan tudják ezeket megvalósítani. A Közösségi Emlékezet Terei című tanácskozás szervezésében és lebonyolításában a Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Helyismereti Könyvtárosok Szervezete és a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár mellett a Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesülete is részt vett. Hosszú-hosszú évek kapcsolatáról van szó, tehát tulajdonképpen nem is tudom, hogy ez most éppen ez a rendezvény hogyan alakult, vagy hogyan is alakult így. Tulajdonképpen ugye a Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesülete egy önálló egyesület, eleve a Nagy Magyar Könyvtárosok Egyesületének egy társszervezete. Tehát mi egy megtársult szervezetként, önállóként működünk, de nyilván az elmúlt 40 évben aktívan részt vesznek a mindenféle könyvtáros eseményen, és így lehetőségünk adódott valahogy valamelyik rendezvényen beszélgettünk az MKHKS elnökasszonyával, hogy hogyan és merre kellene tovább indulniuk. A tavalyi évben Győrben volt, és utána minden évben a következő adott helyszínt azért szeretnünk elárulni ilyenkor, és előtte beszélgettünk, hogy akkor bevállalná ezt a Szegedvárosi Könyvtár. Nyilván, mint egyesület, én csak szervező tudok lenni, természetesen egyeztetni kellett az igazgatóasszonnyal és a vezetőséggel, ők azt mondták, hogy tudják támogatni, és a Somogyi Könyvtár bevállalja a rendezvényt, amennyiben az egyesület is ez hozzájárul. Nyilván ez elsősorban szervezési munka és munkálatok, pénzügyileg, anyagilag azért elsősorban itt a nagyobb egyesületek és a maga a könyvtár, aki támogatni tud, illetve meg kell köszönnöm Szegedmegyei Jogvárosnak, hogy az egyik keretével, az idegenforgalmi kerettel támogatta ezt a eseményt, úgyhogy így sikerült némi támogatásból az egyesületnek is hozzájárulnia, meg hát rengeteg-rengeteg munkával. Azt is mondjuk hozzá kell tennem, hogy ez a rengeteg munka, ez megint a Somogyi Könyvtárnak köszönhető, tehát a Csongrád Megyei Könyvtársak Egyesülete nem létezne a Somogyi Könyvtár nélkül. De hogy hogyan is jött a gondolat, azt már nem tudom, de tulajdonképpen azt gondoltuk, hogy már régen volt Szegeden ilyen jellegű rendezvény, úgyhogy érdemes belevágni, hát magát a könyvtárat és Szegedet meg mindig meg kell mutatni mindenkinek, akinek lehet. A konferencia keretében 3 napot töltöttek együtt a helyismereti könyvtárosok. A szakmai előadások mellett egyéb programokról is gondoskodtak a szervezők. Maga a 3 napos rendezvény azért 3 napos, hiszen itt a viszonylag nagy az ország, ami nem nagy, de utazási távolságok miatt nehéz. Tehát most is érkeztek hozzánk Sopronból, tehát ők csak így délutánra tudnak ideérni. Így lesz 3 napos. Mindig az első nap vannak a nagyobb és hosszabb lélegzetű előadások, tehát mai nap 4 előadás lesz, 4 hosszabb lélegzetű előadás, illetve ünnepi események vannak, itt a Kertész Gyula díjátadása és egyéb ilyen események. A második nap a kifejezetten szakmai, de gyorsabb és kisebb, rövidebb előadások. Holnapi nap folyamán 9 előadás lesz, ez 9 előadót jelent, sőt 10 előadót, mert van egy, amit 2 is előadnak. Ezek nyilván minden évben más és más. Alapvetően ezt a szakmai részt ezt mindig a Helyismereti Könyvtársak Egyesülete rakja össze, tehát ez soha nem a helyi szervező, ez mindig a főszervezőnek a feladata, tehát ő kéri fel, ő állítja össze. Nyilván azért általában lehetőséget kap a befogadó intézmény is, vagy szervezet, hogy bemutatkozzon, ő is megmutassa önmagát, illetve a második nap délutánja az mindig egy valamilyen vagy megyei, vagy városi kirándulás. Mi is most azért a megyében is elhúzhatjuk, és nem csak Szeged, hanem Csongrád megye értékeit is igyekszünk megmutatni, amennyire egy délután alatt lehet a kollégáknak, és a pénteki napon pedig kifejezetten Szeged értékeivel fogunk ismerkedni, elsősorban a Szeged város 300 éves történelmével, illetve a Somogyi Könyvtár saját kincseivel, az emlékkönyvtárunkkal. Tehát így áll össze a 3 nap, tehát összességében végül is egy 14-15 előadás a 3 nap alatt, illetve azért egy hosszabb lélegzetű megyei kirándulás és egy hosszabb lélegzetű szegedi városnézésből tevődik össze. Jelenleg egyébként 43
43 vagy 44 regisztrált. Magamat nem regisztráltam, úgyhogy 44 regisztrált résztvevő lesz a rendezvénynek. Az előadások általában egy ilyen konferencián mindig kitekintéssel kezdődnek. Tehát akkor a nagyobb folyamatokról hallunk elsősorban, akár európai, nemzetközi kitekintést kapunk egy-egy témában, legyen az a digitalizáció, vagy a családfakutatás, vagy bármi olyan terület, ami végül is hozzánk tartozik, és azután kezdjük a saját kis kutatásainkat bemutatni, illetve mindazokat a hasznos gyakorlatokat, amit később hazavihetnek a zsákjukban a kollégák, és valamilyen formában otthon meg tudják valósítani. Remek, nagyon sok jó gyakorlat van, és mi teret adunk ezeknek a bemutatására. A Közösségi Emlékezet Terei című konferenciának, a Helyismereti Könyvtárosok Országos Szakmai Rendezvényének mindhárom napján értékes tudással és élményekkel gazdagodtak a résztvevők, a Helyismereti Könyvtárosok, a lokális értékek őrzői.